Együttműködés Ukrajnával. Elkészült a Tisza korlátolt felelősségű társulás fejlesztési koncepciója. Ez az első olyan kezdeményezés, amely egy Európai Uniós tagállam és egy olyan ország között jön létre, amely nem tagja a közösségnek, hangzott el a megyei közgyűlésen. Kizsákmányolt áldozatok, Baranya, Borsodabaui Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből válnak a legtöbben emberkereskedelem áldozatává. Plusz pénz a házi orvosoknak, a praxisok idén és jövőre is megkapják a 130 ezer forintos támogatást. A forrás növekményt rezsire és bérekre is fordíthatják az orvosok. Elkészült a Tisza korlátolt felelősségű társulás fejlesztési koncepciója. Ez az első olyan kezdeményezés, amely egy Európai Uniós tagállam és egy olyan ország között jön létre, amely nem tagja a közösségnek, hangzott el a megyei közgyűlésen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Olyan fejlesztési lehetőséget kapott így Magyarország és Ukrajna, amelynek segítségével brüsszeli forrásokra is tudnak pályázni, illetve részt vehetnek határmenti együttműködési programokban. A köztisztviselők béremeléséről is szó volt az ülésen, amire azért lenne szükség, mert 10 éve nem volt változás a fizetésekben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, Kisvárdaváros önkormányzata és a Kárpátaljai megyei tanács közösen hozta létre a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulást 2015-ben. Céljuk az volt, hogy Magyarország és az Európai Unióhoz nem tartozó Ukrajna minél több gazdasági programot indíthasson közösen, de többek között a turisztikai fejlesztések is a prioritások közé tartozik, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Most elkészült a fejlesztési koncepciójuk, és sikerült elérni azt is, hogy brüsszeli forrásokra pályázhatnak. Eredményesen részt tudunk venni a határmenti együttműködési programoknál is, az ENI pályázati programoknál, hiszen ott sikerült elérnünk azt, hogy a Tisza ETT is pályázhat, tehát az európai területi társulások is a pályázatok jogalanyai lehetnek. Ahhoz képest, hogy nem régi múltú ez a területi társulás, komoly eredményeink vannak. Bemutatkozó fórumot tartottunk legutóbb Ungváron. A régió bizottságának egy magasrangú tisztviselője részt vett ezen a fórumon. Elkészült a fejlesztési koncepciója a térségnek, és erre alapozva tudunk a későbbiekben fejlesztési programokat megvalósítani. A közgyűlés megszavazta azt a javaslatot is, amelyben a köztisztviselők béremelését kérik a kormánytól. Erre főleg azért lenne szükség, mert 10 éve nem emelkedtek a bérek, illetve a közelgő választások még több feladatot adnak majd az önkormányzati dolgozóknak. A köztisztviselőkre ilyenkor egy javadalmazás van megállapítva, és ezt a javadalmazást tettük szóvá, hogy ez a javadalmazás az elvégzett munkával és tevékenységgel és feladattal nem arányos, és ebben tettünk fölterjesztést a kormány részére, hogy szeretnénk ezt a munkával arányosan állapítsák meg ennek a díjazását, annál is inkább, mert egy nagyon komoly munkáról van szó. Itt hétvégi, péntek, szombat, vasárnapi munkavégzésről van, és nem csak egy hétvégét, hanem több hétvégét érintő, és egy 2-3 héten áttartó folyamatról. Az MSZP frakció vezetője az ülésen kifogásolta, hogy a közgyűlés nem támogat egy nyírbátori pályázatot. A város egy Románia és Magyarország határmenti fejlesztési program keretében útépítését tervezi. Nagykárolyban egy Nagykárolyi elkerülő út, és Nyírbátor lényegében ipari parkját elkerülő út épülne meg úgy, hogy az M3-as autópályára felvezető úttal csatlakozna rá ez a bizonyos útelkerülés. Ennek az a célja, hogy egy elég nagy térség, mind határon innen, mind határon túl kapcsolódását tenné biztonságossá az M3-as autópályára történő felhajtásban. Az lenne a célja, hogy ahogyan korábban is más sok programban Nagykárolyi és Nyírbátor együttműködés erősödne. A közgyűlésen a vízügyi beszámolóból kiderült, hivatalos bejelentés még nem érkezett a szamos szennyezésével kapcsolatban. A gátőrök naponta ellenőrzik a vízminőségét, és a laboratórium sem talált problémát. Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője azt állítja, a vizet határon túlról egy húsfeldolgozó üzem szennyezi. Románia területén pedig teljesen mindegy lenne, hogyha vakokkal és süketekkel tárgyalnánk, mert egyszerűen ők azt állítják, hogy az Unikon nem szennyezi a szamost. Kiutaztunk többször is. Saját magunk meggyőződtünk róla,
mintavételezés is volt, országos hírértékű lett ennek az eredménye, hogy több százszorosa, vannak olyan baktériumok, ami ezerszeresére kimutathatók a folyóvízben. Az ülésen az is elhangzott, a közeljövőben több milliárdos ár- és belvízvédelmi beruházások kezdődnek el a felső Tisza vidéken, de nemzetközi vonatkozású fejlesztési tervei is vannak a Feti vízének, ilyen például egy online vízminőség megfigyelő rendszer a Szamos folyó mentén. Baranya, Borsoda, Bahújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből válnak a legtöbben emberkereskedelem áldozatává. Erről is szólt az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője Nyíregyházán. Német Ágnes kiemelte, a leggyakoribb a szexuális és munkacélú kizsákmányolás. Azokban az országokban, ahol legális a prostitúció, rendkívül jól jövedelmező tevékenység a szexuális célú kizsákmányolás. Kezdte nyíregyházi előadását az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Németh Ágnes kiemelte, most egy projekt keretében az állami és civil szféra szereplőivel közösen nemzetközi együttműködések segítségével küzdenek az emberkereskedelem ellen. Külföldi hatóságok rendre jelzik vissza, hogy az ott azonosított áldozatok, tehát akiket ott valamilyen formában atrocitásért, általában fizikai erőszak, szexuális erőszak, azok ebből a három megyéből származnak, ahol mi most ezt a projektet elindítjuk, ez Baranya megye, Borsod megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Tehát nyilván a születési hely lakcím alapján, amikor az emberkereskedelem áldozatát ott az én kollégáim beazonosítják, akkor nyilván megkeresnek minket is, hogy próbáljunk meg akár a lakhely szerint is segíteni a hazatérésben az áldozatnak. Németh Ágnes hozzátette, a reintegráció mellett a megelőzés is fontos célja a projektnek. Például egy védőnő beazonosít valakit, vagy például a gyámügy jelzi, hogy ebben a családban komoly problémák vannak, és pont olyan korban van egy lány vagy egy fiú, aki alkalmasint áldozat lehet. De nem csak szexuális áldozatokról beszélhetünk, tehát prostituáltakról, akit megver vagy megerőszakol valaki, nem csak a strici, hanem akár a kliens is lehet, hanem itt beszélünk munkacélú kizsákmányolásról. Tehát amikor valaki elindul külföldre dolgozni, és nem azt kapja, amit számára ígértek. Az áldozatok feltérképezését is segíti majd a projekt. A belügyminisztérium együttműködő partnerként kért fel minket ebben a jelen projektben. Egy országos informatikai hálózat kerül kialakításra, melyben a civil szervezetek is részt vesznek. Ez nagyban segíti Magyarországon az áldozatok azonosítását, ne kerüljenek ezek a személyek duplikáció alá, és így mindenki számára elérhetővé válik. Az előadáson elhangzott, az emberkereskedelem leggyakoribb eszközei a fenyegetés, az erőszak és a megtévesztés. Júniustól plusz pénzt kapnak a házi orvosok, a praxisok idén és jövőre is megkapják a 130 ezer forintos támogatást. A forrás növekményt rezsire és bérekre is fordíthatják az orvosok. A lakosság egészségügyi mutatóinak javítása érdekében a házi orvosi ellátás fejlesztése elengedhetetlen. Ez áll a kormányzati támogatás hátterében. A háziorvosi praxisokra egyre több teher és felelősség is hárul. A szokásos napi betegellátás mellett a családorvos az első szűrő, ahol kiderülhetnek rejtett betegségek, illetve közvetlenül a háziorvosával tartja mindenki a kapcsolatot. Az alapellátás megerősítése ezért is fontos az egészségügyi ellátóhálózaton belül. A praxisok idén és jövőre is 130-130 ezer forintos plusz támogatást kapnak. A többletet később dönthetik el, hogy mire fordítják, mondta el tegnapi 35 perc című műsorunkban dr. Kis Csaba házi orvos. Valahol inkább arra van szükség, hogy a praxist fejlessze, illetve hogy a praxisnak a fenntarthatósága javuljon ezzel. Máshol pedig arra van szükség, ahol mondjuk éveken, évtizedek óta esetleg nem volt már béremelés, hogy ezt erre tudják fordítani. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ilyen támogatás jut most az alapellátásra, mert hát ahogy látjuk, egyre nehezebb új kollégákat toborozni a háziorvosi rendszerbe,
nagyon-nagyon sok az üres praxis, és hosszú távon így nem lesz fenntartható a dolog. Az alapellátásban van bérlemaradás, tette hozzá, mert tavaly ágazati béremelés volt, amiből elsősorban a szakorvosok részesülhettek. Nagyobb probléma az, hogy közel 300 üres házi orvosi praxis van, a családorvosi szakma pedig a fiatal orvosok körében kevésbé népszerű. Ezen az ábrán is látható, hogy csökken a praktizáló orvosok száma, de nagyobb gond az, hogy elöregednek a szakmabeliek, a magyar házi orvosok majdnem fele 60 év feletti. A házi orvosi ellátás fejlesztésére praxis közösségeket hoznának létre, a több mint 13 milliárd forintos uniós keretre pályázhatnak a házi orvosok. A praxis közösségben dietetikus és gyógytornász is dolgozna, így több szolgáltatás egy helyen igénybe vehető lenne. November 1-től már lesz e-recept. A gyógyszertárak már felkészültek az új elektronikus rendszer közelgő indulására. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A minimális célkitűzést teljesítve bennmaradt az NB3-ban a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú együttes 50%-os mérleggel, 12 győzelemmel, 10 döntetlennel és 12 vereséggel a 11. helyen végzett a keleti csoport 18 csapatos mezőnyében. Bár az utolsó fordulóban Baktaló Rendházán elvesztette 57 meccsen át tartó veretlenségét a Balkány, Mirgai László együttese 21 pontos előnnyel végzett az élen a labdarúgó megyei első osztályban. November 1-től már lesz e-recept. A gyógyszertárak már felkészültek az új elektronikus rendszer közelgő indulására. Tájékoztatott a Magyar Gyógyszerészi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke a 14. Patikanap megnyitóján Máté Szalkán. Tari János hozzátette, rendezvényük célja, hogy felhívják a figyelmet a patikák szerepének és a gyógyszerészek munkájának jelentőségére. Eddig minden évben Nyíregyházán szervezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei patika napot. Idén először Máté Szalkán egy felújított gyógyszertárban hívták fel a figyelmet a gyógyszerészi gondozás fontosságára. Patikusnak lenni csodálatos dolog, de egyben nehéz is. A betegeket ellátni egy külön mesterséghivatás. Igazából minden beteg maximális türelmet, figyelmet igényel és érdemel is. Ehhez a betegeknek a patikusok nagyon sok türelem kell. Oda kell figyelni a betegnek minden érzékenységére. A baját, problémáját itt elmondja, és orvoslást vár rá valamilyen szinten. Sokszor egy jó szó is tökéletesen megfelel a gyógyszerek mellé. Úgyhogy ez egy csodálatos hivatás, nehéz is, de nagyon szeretem. Máté Szalkán az országos átlaghoz képest több patika jut a gyógyszert kiváltókra, vásárlókra. A városban 9 gyógyszertár van, valamennyi patika modern informatikai háttérrel rendelkezik. Itt sem lesz gond a hamarosan bővülő rendszerrel. November 1-jével kötelező lesz minden gyógyszertárnak csatlakozni az e-recepthez. Úgy gondolom, hogy a gyógyszertárok meg is fognak felelni ennek a követelménynek. A rendszer készen fog addigra állni, hát ugye itt az a kérdés, hogy a rendszer többi szereplője, hogy készen áll-e arra. Tehát elsősorban ugye az orvosokra gondolok, a házi orvosokra, hogy azt a rendszert tudják-e használni, illetve hát, hogy a betegek mennyire tudják elfogadni ezt a rendszert, azért az is kérdéses. Az elnök hozzátette, a gyógyszerreklámok elterjedése nem segít a betegeknek, ezért is fontos a gyógyszerészek munkája és az, hogy a gyógyszertárba belépők bizalommal forduljanak a szakemberekhez. A minimális célkitűzést teljesítve bennmaradt az NB3-ban a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú együttes 50%-os mérleggel, 12 győzelemmel, 10 döntetlennel és 12 vereséggel a 11. helyen végzett a keleti csoport 18 csapatos mezőnyében. 7 új játékossal a keretben Márton István irányításával vágott neki a bajnokságnak a Nyírbátori FC, mivel a 18 csapatos mezőnyből 5 vagy 6 együttes búcsúzhatott a keleti csoporttól, a bennmaradást tűzte ki célként a Bátori Gárda. Az első fordulókban gyűjtögették is a pontokat Illés Gyuláék, aztán viszont következett egy negatív sorozat. A 8. fordulót követően a 16. helyen állt a csapat, amikor a vezetők úgy döntöttek, hogy megválnak az edzőtől. Játékos edzőként Ambrusz Árpád vett át a szakmai munka irányítását,
irányítását, akivel a téli szünetig hátralévő 10 fordulóban 15 pontot gyűjtött a Nyírbátor. Tavasszal is jöttek a sikerek, hamar eldőlt, hogy nem lesznek kiesési gondjai a csapatnak. A 29. fordulót követően már a tabella 4. helyén állt a Bátor, a hátralévő 5 fordulóban azonban már csak 1 pontot szerzett a csapat, amely így a keleti csoport 11. helyén zárta a 2016-2017-es szezont. A csapat egy hullámvasúton volt az egész bajnokság során, jól kezdtünk, visszaestünk, aztán nagyon előreléptünk, majd a végén, úgymond a középmezőny végén végeztünk. Annak ellenére, hogy 11. vagyunk, pár pontra volt csak a 4.-5. hely, összességében elégedett vagyok. A klubelnök szerint megfelelő körülmények között tudnak dolgozni, így biztosított a nyírbátori csapat jövője. A tárgyi feltételeink adottak az osztályban szereplő csapatokhoz képest, talán még jobbnak is mondható, bár mindig van célunk, hogy mit szeretnénk fejleszteni, és az anyagi feltételeink azok már szerényebbek. Úgy gondolom, hogy ebbe az osztályba inkább az utolsó harmadban tartozunk, de igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy elég legyen mindenre. A nyírbátoriaktól minden bizonnyal több játékos is távozik az átigazolási időszakban. A vezetők azt szeretnék, ha fiatal, környékbeli településekről származó futballisták tudnák pótolni a távozókat. A szakmai munkát továbbra is Ambrusz Árpád irányítja, a felkészülés július 4-én kezdődik, az első edzőmeccset pedig július 8-án a Kisvár ellen játsz a Nyírbátor. Bár az utolsó fordulóban Baktalórendházán elvesztette 57 meccsen át tartó veretlenségét a Balkány, Mirgai László együttese 21 pontos előnnyel végzett az élen a labdarúgó megyei első osztályban. A csapat nem vállalta az NB3-ért kiírt osztályozón való szereplést, így a következő szezonban is a megye egyben szerepel majd a Balkány. Hajszál híján tökéletesre sikerült a bajnokságot újoncként kezdő Balkány szezonja, a csapat azonban az utolsó fordulóban 2-1-es vereséget szenvedett Baktalórendházán. Így a veretlenül letudott megyei másodosztályú évet követően a megyei első osztályt 21 győzelem és 6 döntetlen mellett egy vereséggel hozta le Mirgai László együttese. A Balkány így is 21 pontot vert a második helyezett Nagyesedre, úgy, hogy a legtöbb gólt 85-öt szerezte, és a legkevesebbet mindössze 27-et kapta. Emellett Bogdanovics Igor személyében a gólkirály is a bajnok soraiból került ki. Az edző szerint a csapat egységének is nagy szerepe volt az aranyérem megszerzésében. Játékban szerintem mi voltunk a legjobbak, legtöbbet rúgtuk, legkevesebbet kaptuk, és hát szerintem nagyon egységesek voltunk ez. Másképp különben nem is jöhetett volna ennyi győzelem, meg ilyen veretlenségi sorozat, hogyha nem vagyunk egységesek. És nyugodt körülmények között dolgoztunk, és ez természetesen hozta magával az eredményt is. A bajnoki címmel a Balkány jogot szerzett arra, hogy osztályozót játszon az NB3-ba kerülésért. Az egyesület vezetősége azonban úgy döntött, hogy ősztől is a megyei első osztályban szerepel majd a csapat. A pályánk még nem fog elkészülni, úgy tudjuk, hogy jövőre kezdődik a beruházás, és azt nem tehettük meg, hogy a szurkolóink idegenbe járjanak a meccseinkre, a hazai meccseinket idegenbe kellett volna játszani, nem akartuk elveszteni őket, meg az észszerűség is az diktálta, hogy így nem szabad belevágni egy ilyen félprofi bajnokságba, mint az NB3. A Balkány a Magyar Kupa megyei elődöntőjében szerdán 2-0 nyert Nyírkarászon, így június 14-én a Nyíregyházi Városi Stadionban a döntőben rakamazon 2-1-re diadalmaskodó Baktalórendháza ellen lép majd pályára. Azt követően pihenőt kapnak a játékosok, akik július 10-én kezdik majd el a felkészülést a következő szezonra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Elkészült a Tisza korlától felelősségű társulás fejlesztési koncepciója. Ez az első olyan kezdeményezés, amely egy Európai Uniós tagállam és egy olyan ország között jön létre, amely nem tagja a közösségnek, hangzott el a megyei közgyűlésen. Olyan fejlesztési lehetőséget kapott így Magyarország és Ukrajna, amelynek segítségével brüsszeli forrásokra is tudnak pályázni, illetve részt vehetnek határmenti együttműködési programokban. Baranya, Borsoda, Bahújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből válnak a legtöbben emberkereskedelem áldozataivá. Erről is szólt az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője Nyíregyházán. Németh Ágnes kiemelte, a leggyakoribb a szexuális és munkacélú kizsákmányolás. Júniustól plusz pénzt kapnak a háziorvosok, a praxisok idén és jövőre is megkapják a 130 000 forintos támogatást.
A forrás növekményt rezsire és bérekre is fordíthatják az orvosok. A lakosság egészségügyi mutatóinak javítása érdekében a háziorvosi ellátás fejlesztése elengedhetetlen. Ez áll a kormányzati támogatás hátterében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 8-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk. Anticiklon alakítja időjárásunkat. Pénteken száraz, kissé melegebb levegő áramlik fölénk. Az esti órákban mindenütt csökken a felhőzet, és éjszaka már derült idő várható csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, hűvös lesz az éjszaka. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, eső nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Estétől megszűnik a hidegfronti hatás, és nem várható fronthatás. Kissé változékony, de meleg idő várható a hétvégén. Szombaton egy gyenge hidegfront érinti térségünket, ekkor szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Vasárnap többnyire napos, száraz időre van kilátás, csak ettől növekszik ismét a záporok, zivatarok kialakulási esélye.